Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk egy SF videóban, de nem is akármilyen SF videóban, hanem ez egy ilyen privát szerveres videó lesz, tehát Neoxonnak, aki egy YouTube-os egyébként, biztos már sokan ismeritek, ő is legfőképpen SF videókat szokott csinálni, lent lesz a csatornájának a linkje a leírásban, tehát ő csinált egy privát szervert, és most ide fogunk beregisztrálni, és kipróbáljuk a szerverét. A szervernek a linkje is lent lesz a leírásban, gondolom nem bánja Neoxon, hogyha feljönnek még egy páran a szerverére, és akkor így nyomodhassuk együtt a játékot. Igazából, hogyha tetszik nektek, akkor lenne ebből egy sorozat is, melynek a lényege igazából az lenne, hogy minél hamarabb jussunk el, minél messzebbre, úgymond érjük el a top pár helyezést, top 10 például, meg akkor ilyesmik, igazából erre gondoltam. Szóval, hogyha tetszik az ötlet, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és akkor nézzük is. Szóval itt vagyunk a privát szerveren, és akkor én most mágus leszek, kinézett az teljesen rendben van. Itt kell megadni egy nevet, hogyha minden igaz, leszek most Martin72. Tökéletes. Regisztráljunk e-mail címmel. Közben bezavart a másik eset. Oké. Okay. Na szóval, regisztráljunk e-mail címmel. Jó kis jelszó. Így né. Na. Nézzük akkor, mi fogad bennünket. Be kell jelentkezni megint. Mint látom, németül van, szóval én ezt gyorsan át is állítanám magyarra. Hoppá, itt van. Tehát magyar. Mert igazából németül egy szót sem tudok, tehát angolos vagyok, és németül pedig tényleg egy szót nem tudok kb. Hozzá van az eszközhöz. Na, nagyszerű. Na szóval itt vagyunk most már tényleg. Hopp, egy padás, hogy gyűjtalguma. Zsír. 100 000 gombával kezdünk, amit látom, és abból 100 000 adományozható is. Hát ez is nagyszerű igazából. Nézzük meg, úgy látszik, hogy nincsenek epikek. De nézzük egy küldetést. Csak előtte vegyünk egy hátast, mert az fontos. Így mi? És küldizünk egyet. Na, hát amit látom, erőd az van, viszont kedvencek, illetve doktor Abababu nincsen. Itt sincs, itt van. Jó, Abababu az van. Mindjárt megnézzük, hogy kedvencek, az nincsen, ugye? Így szokott lenni, azt hiszem, szóval az nincs. Na, hát akkor így állunk. Ki lehet hagyni a küldetéseket. Húha, kicsit hangos szól, egy picit lejjebb veszem a hangerőt. 10% az tökéletes. Hát én ezeket be szoktam itt állítgatni. Kék szint azt jobban szeretem, mint a zöldet. Szóval, ja. Na, mennyien vagyunk a szerveren? Kereken 200-an vagyunk, szóval szerintem én voltam pont a 200. regisztráló. És most tulajdonképpen hol is vagyok én? 102. helyen vagyok. Hát a top 100 az bár majdnem megvan. Ezt betámadom, mondjuk, és már meg is van a top 100. Minden igaz. Ja, 87. hely. Na hát haladunk szépen, amint látom, 1300 szintű, jó Isten. 64.666 értelem. Azért ez már durva.
Ez már durva. Hát azért van itt fejlesztenem magamon, ami azt illeti. Na de igazából erről fog szólni ez az egész sorozat, hogy együtt fejlődjünk meg minden. Aztán igazából úgy gondoltam, hogy hetente egy-kettő rész maximum, és akkor egy, hát egy 10-15 perces kb. Valahogy én így erre gondoltam, de hogyha van jobb ötletetek, akkor írjátok le nyugodtan, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Hát igen, 25-ös szint, kazamaták fel vannak nyitva már. Hát igen. Közben meg elkezdte adogatni az epic cuccokat is. Hát még jó, gyengék, de hoppá. Egy internet kapcsolat mínusz. Amúgy nem. Az internet kapcsolat az jó. Csak hát a privát szerverek nem a stabilitásukról híresek, ami azt jelenti. Jó. Most fejlődjünk egy pár szintet, én azt mondom. És utána próbáljuk meg egy-két kazamatát leverni. Szóval szerintem én most fölgyorsítom itt, innentől kezdve a videót, és akkor fogadózzunk egy picikét. Na. Na jól van, srácok, 37-es szintig jutottunk most el, és ha minden igaz, itt végtelen mennyiségű sört lehet fogyasztani, tehát mindig, amikor nyomogassuk, egyre megy maximum fel, aztán visszamegy nullára, tehát végtelen mennyiségű sört lehet elfogyasztani, úgyhogy akár egy nap alatt is föl lehet jutni, gondolom, pár ezer szintre, de hát az nagyon kockának kell lennie, mert azt illeti. Na de most akkor nézzük meg az erődöt, hogy mennyire működik. Na, amint látom, működik. Akkor ezt is most fejlesztjük egy picikét. Hoppá, tároló. A tároló az így azonnal megtelik, tehát wow. Ez így nem rossz igazából. Úgyhogy akkor fejlesztjük egy picit. És akkor én egy céhet keresnék. Aha. Vagy nem keresek, ne keressek céhet. Hát oké. Nem lehet rákeresni céhekre. Viszont aki néz ezt a videót és van egy céhe, azaz játszik ezen a szerven, akkor az dobjon egy meghívót, én pedig belépek, ahova először meghívtak, aztán ja. Viszont... Na, fölfejlesztettem a három legfontosabb épületet, illetve a munkások negyedik tízes szintre. Szóval igazából az erőddel is már haladunk. Hát igen, lovagok csarnoka nem aktív nekem, mert nincsen céhem. De hívjátok meg, mondtam már, és akkor csatlakozni fogok. Kezdjünk el építeni valamit. A munkások egyetét
mivel fölfejlesztettem 10-es szintre, most már nem 6-ba kerül az azonnali építés, hanem csak 3-ba. De ez igazából elméletileg amúgy is 3 lenne. Viszont a nagyobb épületeknél fog ez majd meglátszani, ez a változás. Mert ott 6 gomba helyett már csak 4. 4-be kerül, azt hiszem. Na de most ez nem is lényeges. Nézzük meg, hogy a bolt az így már ad-e. Ad, hát persze, hogy ad jobb cuccokat. Bőven ad jobb cuccokat. Na. Így, né. Kicsit fölturbozzuk magunkat. Már mennyire föl lehet, 37-es szinten. Szóval nézzük, milyen tárgyakat ad a bolt. Na hát ez tökéletes. Hát... na itt is csak epikeket adott, meg egy szárnyas putit. Még putik is vannak. Na hát adja ez a putikat. Adja ez. Hát jó van, igazából 37-es szinten vagyunk még csak, szóval könnyen lépünk egyszerre pár szintet majd. És akkor ezek a felszerelések úgyis rosszak lesznek, szóval nem is tudom, hogy miért ezzel húzom az időt. De mindegy, ezt még megvárjuk. És akkor nézzük a statolást. Azt még nem néztük meg. Egyesével fog növekedni? Nem. Nagyszerű, nem egyesével növekedik, szóval bőven lehet statolni magunkat. Na, szeretem eddig. Eddig nagyon tetszik ez a szerver. Oha, már is 10 milliót elértem. Az igen. Ez a statolási rendszer is tökéletes. Nem kell egyesével nyomogatni. Vagyis hát egyesével kell nyomogatni, de azt hiszem, hogy jól láttam, akkor elég szép számokkal növekedik mindig, viszont nem tudom, hogy milyen szabály szerint. Szerintem valaminek a szorzata szerint növekedik, nem tudom. Nem fogom ezt most kiszámolni, ezt elhihetitek. De nézzünk egy pár kazamata mérkőzést. Szerintem még ebben a videóban győzzük az első kazamatát, aztán ja. Na hát igazából ez elég könnyű lesz, szerintem. Még a sötétség ura is, hiszen úgy felturboztuk a statjainkat, hogy szerintem az alapfegyverrel is levernénk Mr. Sötétség urát. De nézzük. Nézzük. Na, megint ki fog dobni? Ki hát? Ez az egy nem tetszik eddig, hogy örökké kidob. Na, tárhely. Jó, most eladom mindegyiket. Nem érdekel. Majd fogom fejleszteni a helybővítő tudcost az erődnél. Aztán ja. Hát igazából mindegyik együttés, és hogyha jól láttam, mindegyik ad epic cuccot, hát sötétség ura az így kb. Ennyi volt. Level 39-es szinttel végeztünk ma. És akkor ebből a videóban szerintem így ennyi egyenlőre elég. Innen fogjuk folytatni a következő részben. Viszont, hogyha ilyen tempóban haladunk, akkor könnyen meg lehet, hogy hetente 2 rész is lesz. De mielőtt még lezárnánk a videót, én nem bírok harinázni, mert nagy a fogadó. Hát igen, a tököt a fületszik kell rakni mindenféleképpen. Na de most viszont harinázunk egyet. Ezt a 31-es szintűt megtámadjuk. Így. Na, nézzük, hanyadikak vagyunk.
65. helyen vagyunk, úgyhogy szépen haladunk. Viszont, hogyha jól látom, előtte már csak 100 pluszosok vannak, sőt, 200 pluszosok, ami nem egészen nyugtat meg engem. Hát hajrá! Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Mint mondtam már a videó elején, dobjatok rá egy lájkot, hogyha tetszik, és csináljam tovább ezt a sorozatot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Valamint akár még ötleteket is írhattok, hogy miket csináljak itt privát szerveren belül, bár mondom, a lényege az lesz, hogy minél előbb, minél gyorsabban, minél magasabb szintre jussunk. Úgyhogy jaj, lehet, hogy egy héten kettő rész is lesz. De ehhez az kell, hogy lájkoljátok a videót, és akkor tudom, hogy szeretnétek. Na, sziasztok!